Já Krishna az ismertől való szabadság. Előszó. Krishna Murtinak eddig több mint hetven könyve látott napvilágot, és sorra jelennek meg könyveinek újabb kiadásai, még halála után negyed évszázaddal is. Az ismertől való szabadság azonban több szempontból is kivételes. Először is azért, mert Krishnamurti maga vetette fel a könyvötletét Méri Lachensnek, aki hivatásos írónő, sőt a címét is ő adta. Ám amikor Lachens megkérdezte tőle, milyen típusú könyv legyen, Krishnamurti azt válaszolta, azt önre bízom, Ekkor Lachance úgy döntött, hogy kiválasztja az 1963 és 1967 között elhangzott beszédek fő témaköreit, majd kiemeli azokat a részleteket, amelyekben véleménye szerint Krishnamurti a legtisztábban és legszebben fejezte ki magát. Az így megszületett könyvről Lachance úgy remélte, amolyan bevezetővé válik majd Krishnamurtihoz. A Krishnamurti életmű egyik legérdekesebb és legszokatlanabb aspektusa az, hogy már pusztán a terjedelme, hiszen 400 átlagos méretű könyvanyagának felel meg, roppant nehézzé teszi, hogy bárki a téma szaktekintéjének tartsa magát, amit Krishnamurti, aki radikálisan megkérdőjelezett mindenfajta vallásos, politikai, pszichológiai vagy filozófiai tekintélyt, minden bizonyal örvendetesnek talált volna. Ennél fogva nehéz egyetlen könyvről kijelenteni, hogy irányadó vagy hiteles bevezető a későbbiekben Krisnamurti néhány más kérdést is alapos vizsgálattárgyává tett. Ám Mary Lachance összeállítása kétségtelenül a legolvasmányosabb bevezető a Krisnamurti életműhöz, úgy szólván valóságos aranybánya. A kedves olvasó talán felteszi a kérdést, vajon mennyire időszerű napjainkban az, ami a viharos, intézményellenes hatvanas években hangzott el? Vajon nem a fiatalabb generáció lázadó kedve volt a meghatározó akkoriban, amely később alább hagyott? Vajon ebből következően nem idejét múlt Krishna Murti? Egyfelől azért gondoljuk, hogy ez nem így van, mert amit Krisztamurti mondott, az egyértelműen az emberiség történetének nagy részére vonatkozik, nem csak napjainkra. Másfelől nyugodtan kijelenthetjük, hogy nézetei még időszerűbbek most a 21. század hajnalán, mint előtte bármikor. Mi erre a bizonyíték? Alapvetően az, hogy olyan időket élünk, amikor az emberek egyre inkább függenek egymástól, akár gazdasági, pénzügyi, politikai szinten, akár a világméretű járványokat vagy az éghajlatváltozást tekintve. Ha jelentősebb esemény történik-e területek bármelyikén, az az összes többiben érezhető és globális hatása van. Minden probléma összefügg az összes többivel, és ahogy azt az Egyesült Királyság kormányának klímaváltozásról szóló jelentése kimondja, példanélkül álló nemzetközi együttműködést követel tőlünk. Egyre nyilvánvalóbb, hogy lehetetlen egy országnak úgy megvédenie a nemzeti érdekeit, hogy mások érdekeit nem veszi figyelembe. Ennek elmulasztása a XXI. században elkerülhetetlenül konfliktushoz és bizonytalansághoz vezet. A világ, amelyben élünk, nyilvánvalóan újfajta, teljesebb gondolkodásmódot igényel tőlünk, ha el akarjuk kerülni az újabb és még súlyosabb viszályokat. Krishnamurti ezen a ponton válik roppant aktuálissá, mivel számára az a gondolkodásmód, amely képes harmóniát teremteni nemzetek, emberek csoportjai között, elválaszthatatlan attól a gondolkodásmódtól, amely összhangot teremt két ember között. A teljesen tudatos elmében a két tevékenység között nincs eltérés. Az ismertől való szabadság épp azt térképezi fel számunkra, mi szabgáltat egy ilyen elme, egy ilyen gondolkodásmód létrejöttének. A legfőbb akadály Krisnamurti szerint az, hogy a múltbeli tapasztalatokon alapuló gondolkodást rosszul alkalmazzuk egy teljesen új kihívás esetében, mely azt követeli meg tőlünk, hogy teljesen újszerűen tekintsünk rá. Távol tartani magukat az olyan tettektől, melyeket a múlt diktál helytelenül, gyakran nyilvánvaló problémát jelent politikai vezetőink számára. Ám ez mindannyiunkról elmondható. Személyes kapcsolatainkra hajlamosak vagyunk szűk látókörűen tekinteni, mivel olyan képeket alkotunk egymásról, amelyeket például a múltban szerzett tapasztalatokra alapozunk, melyek vagy a kedvünkre valók voltak, vagy visszatetszést keltettek bennünk, amíg végül lehetetlenné válik számunkra, hogy nyitottak legyünk bármi újra. Egy szóval, ami lélektani szinten az én felelősségem, ugyanaz igaz a bolygónkra egészében véve. Ugyanazok az alapvető lélektani folyamatok, ugyanazok a tévképzetek uralkodnak rajtunk és hatnak ránk kényszerítő erővel. S az emberi szenvedés mértéke miatt, melyet ezek a folyamatok általában előidéznek, Krisnamurti meglátása szerint forradalmi változásra van szükség a pszichében. Egy eféle változás a végét jelenti annak, hogy az ember elkülöníti önmagát az emberiség többi részétől, vagy a másik embertől, ami például a vallásos hitnek, a politikai ideológiának, a hagyománynak vagy a kultúrának tudható be. Emberi lények vagyunk, nem pedig címkék. Tragikus módon a jelek szerint nem érezzük át teljes szívvel, hogy tudatunk alapvetően nem különbözik, hogy ugyanazokban az alapvető kihívásokban, nehézségekben és örömökben van részünk. S ha nem ébredünk rá erre a közös tudatra, az az elszigeteltség érzését kelti bennünk, félelmet és talán erőszakot szül. Ehhez az új emberi gondolkodásmódhoz elengedhetetlen annak megfigyelése, ami van, és mindaz, ami ezzel jár. Krishnamurti szerint nem a filozófia, az ideológia vagy a meggyőződés a fontos, hanem az, hogy megfigyeljük, mi zajlik ténylegesen a mindennapi életünkben belül és kívül egyaránt. Azt is döntő fontosságú meglátnunk, hogy mi érdekel valóban bennünket az életünkben. Teljesen őszintének kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mi befektetünk energiát, és minek szenteljük a teljes figyelmünket. Az ismertől való szabadság vékony kötetének egyszerű szavai számos meglepő kijelentést tartalmaznak az ember helyzetéről. Krishnamurti azonban mindig is egyértelművé tette, nem áll szándékában senki szájába rágni az igazságot, avagy tálcán nyújtani át neki. Arra hív meg bennünket, hogy vonjuk kétségbe, kérdőjelezzük meg, tegyük próbára mindazt, amit mond, és győződjünk meg az igazságáról. Például arról, hogy mélységesen időszerűen napjainkra nézve, vagy sem. Ugyanakkor időpocsékolásnak tekinteni, ha szavait pusztán verbálisan, intellektuálisan értenénk meg. Amikor valóban megértünk valami fontosat, állítja, az természetes módon tevékenységként fejeződik ki, mégpedig felszabadító és örömteli tevékenységként. A könyv számos kérdést vet fel azért, hogy ilyen megértésre tegyünk szert. Ahogy a szerző mondja, ez nagyon sok meditációt, vizsgálódást igényel. Erre pedig a meditáló teljes hiánya jellemző, mivel az elme megszabadult a múlttól, majd hozzáteszi. Ha már egy teljes órája figyelemmel olvassák ezt a könyvet, az meditáció. Innentől az olvasóra vár, hogy kiderítse, mi történik. David Skitt Ez a könyv Krishnamurti ösztönzésére és az ő hozzájárulásával íródott. Szavait számos nemrégiben elhangzott angol nyelvű beszédéből válogattuk össze, melyeket a világ különböző részein tartott. Hanganyag készült belőlük, és korábban nem kerültek kiadásra kiválasztásuk és összeállításuk sorrendjéért én tartozom felelősséggel. M.L. Első rész Az ember keresése, a megkínzott elme, a hagyományos megközelítés, a tiszteletre méltóság csapdája, az ember és az egyén, a létezés harca, az ember alaptermészete, felelősség, igazság, önmagunk átalakítása, az energia szétszóródása, a tekintélytől való szabadság. Az ember mindenkorban keresett valamit, amit túlmutat önmagán, amit túlmutat az anyagi jóléten, valamit, amit igazságnak, Istennek vagy valóságnak nevezhetünk, egy időtlen állapotot, valamit, amit nem zavarhatnak meg a körülmények, a gondolatok vagy az emberi romlottság. Mindig is feltette a kérdést, miről szól ez az egész? Van egyáltalán bármi értelme az életnek? Látja az élet iszonyatos zavarodottságát, a durvaságokat, a zendüléseket, a háborúkat, a vallások, az ideológiák és a nemzeti érzület vég nélküli megosztottságát, és mélységes, állandó frusztrációjában megkérdezi, mit kell tennie az embernek, mi ez az úgynevezett élet, és van-e bármi azon túl s mivel nem találja ezt az ezer nevű névtelen dolgot, amelyet mindig is keresett, kialakítja magában a hitet, egy megmentőbe vagy eszménybe vetett hitet, és a hit elkerülhetetlenül erőszakot szül. Ebben az életnek nevezett folyamatos harcban próbálunk egy olyan magatartási kódexet kialakítani, amely megfelel annak a társadalomnak, amelyben felnőttünk, legyen szó akár kommunista, akár úgynevezett szabad társadalomról. Hagyományunk részeként elfogadunk egy viselkedési normát hinduként, muszlimként, keresztényként, vagy bármi egyebek legyünk is történetesen. Valaki mástól várjuk, hogy megmondja nekünk, mi a helyes vagy a helytelen viselkedés, mi a helyes vagy a helytelen gondolkodás, és ezt a mintát követve a viselkedésünk és gondolkodásunk gps válik, a válaszreakcióink pedig automatikusak lesznek. Nagyon könnyen megfigyelhetjük ezt önmagunkban. Tanáraink, tekintéjeink, könyveink, szentjeink évszázadok óta a szánkba rágnak mindent. Azt kérjük, mesélj, mi húzódik a dombok mögött, a hegyek mögött, a földön túl. Majd megelégszünk a leírásaikkal, vagyis szavakon élünk, az életünk pedig felszínes és üres. Másodkézből kapunk mindent, abból élünk, amit mondtak nekünk, és vagy a kényünk, kedvünk, a hajlamaink vezérelnek bennünket, vagy kénytelenek vagyunk elfogadni a körülményeinket és a környezetünket. Mindenfajta hatás eredményei vagyunk, és nincs bennünk semmi új, semmi, amit saját magunk fedeztünk volna fel, semmi eredeti, újszerű, tiszta. A vallási vezetők a teológia története során mindvégig arról biztosítottak bennünket, Hogyha elvégzünk bizonyos szertartásokat, elismétlünk bizonyos imákat vagy mantrákat, ha alkalmazkodunk bizonyos viselkedés mintákhoz, elnyomjuk a vágyainkat, uralkodunk a gondolatainkon, megnemesítjük a szenvedélyeinket, határt szabunk az étvágyunknak, és tartózkodunk a szexuális élvezetektől, akkor elménk és testünk megfelelő kínzatása után találni fogunk valamit e kis életen túl. És a vallásos emberek milliói pontosan ezt tették az idők során, akár elszigeteltségben, a sivatagba, a hegyekbe vagy egy barlangba vonulva, netán faluról falura vándorolva, kolduló csészéjükkel, vagy csoportban, belépve egy kolostorba, és arra kényszerítve az elméjüket, hogy alkalmazkodjon egy elfogadott mintához. Ám a megkínzott elme, a megtörtelme az olyan elme, amely el akar menekülni minden felfordulás elől, amely megtagadja a külvilágot és eltompul a fegyelemtől meg az alkalmazkodástól, bármilyen hosszú ideig keres is egy ilyen elme, csak olyas valamit talál, ami megfelel saját torzításának. Ahhoz tehát, hogy felfedezzük vajon tényleg van-e valami ezen a nyugtalanító, bűnös, félelmetes és versengő létezésen túl, vagy nincs, számomra úgy tűnik, teljesen más megközelítést kell alkalmaznunk. A hagyományos megközelítés a perem felől halad befelé, s az időre, a gyakorlásra és a lemondásra támaszkodik, hogy fokozatosan eljusson a belső virághoz, a belső szépséghez és szeretethez. Valójában azonban mindent megtesz azért, hogy az ember szűklátó körűvé kicsinyessé és hitvánnyá váljon. Apránként van időnk, majd holnap, majd a következő életben. És amikor végül elér a középpontba, úgy találja, hogy nincs ott semmi, hiszen addigra az elméje tehetetlen, tompa és érzéketlen lett. Miután az ember megfigyelte ezt a folyamatot, megkérdezi magától, vajon nem létezik-e egy teljességgel más megközelítés, vagyis nem lehetséges-e a középpontból kitörni. A világ a hagyományos megközelítést fogadja el és követi. A bennünk lévő összevisszaság elsődleges oka az, hogy egy olyan valóságot keresünk, amelyet valaki más ígért nekünk. Gépiesen követünk valakit, aki kényelmes spirituális életet biztosít számunkra. Roppant különös, hogy jól lehet a legtöbbünk ellenáll a politikai önkénynek és diktatúrának, belül elfogadjuk egy másik ember tekintélyét, önkényét, s hogy ez a másik kényekedve szerint kiforgatja a gondolkodásunkat, az életmódunkat. Ha tehát teljességgel elutasítunk, nem intellektuálisan, hanem ténylegesen minden úgynevezett spirituális tekintélyt, minden formaságot, szertartást és dogmát, akkor ez azt jelenti, hogy egyedül maradunk, és már is összeütközésbe kerülünk a társadalommal. Megszűnünk tiszteletre méltó embernek lenni. Egy tiszteletreméltó ember számára lehetetlen, hogy közel kerüljön ehhez a végtelen, mérhetetlen valósághoz. Most első lépésként elutasítottak valami teljességgel hamisat a hagyományos megközelítést, de ha ez a tagadás nem egyéb, mint válaszreakció, azzal csak egy újabb mintát hoztak létre, amelynek a csapdájába előbb-utóbb beleesnek. Ha intellektuálisan azt mondják maguknak, hogy ez az elutasítás remek ötlet majd nem kezdenek vele semmit, akkor képtelenek lesznek tovább lépni. Ha azonban azért utasítják el, mert megértik az ostobaságát és éretlenségét, ha hatalmas intelligenciával utasítják el azért, mert szabadok és nem félnek, akkor jókor az zűrzavart fognak kelteni saját magukban és maguk körül de kikerülnek a tiszteletreméltóság csapdájából. Úgy fogják találni, hogy többé már nem keresnek. Amikor keresnek, akkor voltaképpen csak a kirakatokat nézegetik. A kérdést, vajon létezik-e Isten, az igazság, a valóság, vagy hívják, ahogy jól esik, sosem válaszolhatják meg könyvek, papok, filozófusok, vagy megváltók. Senki és semmi nem válaszolhatja meg, kizárólag saját maguk, és éppen ezért kell ismerniük önmagukat. Az éretlenség abban áll, hogy az ember teljességgel tudatlan önmagát illetően. Önmaguk megértése a bölcsesség kezdete. És mi ez az úgynevezett önmaguk, az egyéni én? Úgy vélem, különbség van emberi lény és egyén között. Az egyén egy helyhez kötött létező, aki egy bizonyos országban él, és egy bizonyos kultúrához, bizonyos társadalomhoz, bizonyos valláshoz tartozik. Az emberi lény ezzel szemben nem helyhez kötött létező, mindenütt ott van. Ha az egyén az élet hatalmas terének csupán egy bizonyos sarkában tevékenykedik, akkor tette egyáltalán nem kapcsolódik az egészhez. Ne feledjék tehát, hogy mi az egészről beszélünk, nem pedig a részről, mert a nagyobbban benne van a kisebb, de a kisebben nincs benne a nagyobb. Az egyén a kicsény, idomított, nyomorult, frusztrált létező, aki megelégszik kicsiny isteneivel és kicsiny hagyományaival, az embert azonban a világ teljes jól léte, teljes nyomorúsága és teljes zavarodottsága érdekli. Mi emberek azok vagyunk, akik évmilliók óta vagyunk. Roppant kapzsi, irígy, agresszív, féltékeny, aggódó és kétségbeesett népség az öröm és a jó indulat alkalmi felvillanásaival. Különös keveréke vagyunk a gyűlöletnek, a félelemnek és a szelítségnek. Egyszerre vagyunk agresszívek és békések. Külső fejlődés történt, míg az ökrös szekértől eljutottunk a sugárhajtású repülőgépig, de pszichológiai szempontból az egyén Jottányit sem változott, márpedig a társadalom szerkezetét világszerte egyének hozzák létre. A külső társadalmi struktúra emberi kapcsolataink belső pszichológiai struktúrájának eredménye, mivel az egyén az ember teljes tapasztalatának, tudásának és viselkedésének eredménye. Valamennyien a múlt tárházai vagyunk. Az egyén az ember, és az ember alkotja az emberiség egészét. Az emberiség egész történelme belénk van írva. Kérem figyeljék meg, mi zajlik önmagukban és önökön kívül abban a versengő kultúrában, amelyben élnek, annak minden hatalom vágyával, a társadalmi helyzetre, presztízsre, névre, sikerre és az összes többire irányuló vágyával. Vegyék szemügyre azokat az eredményeket, amelyekre olyan büszkék ezt az egész életnek nevezett területet, amelyben a kapcsolatok minden formájában konfliktus van, ami gyűröletet, szembenállást, kegyetlenséget és vég nélküli háborúkat szül. Ez a terület, ez az élet minden, amit ismerünk, és mivel képtelenek vagyunk megérteni a létezés roppant harcát, természetesen félünk tőle, és mindenféle kifinomult módon igyekszünk elmenekülni előle. Félünk az ismeretlentől is, félünk a haláltól, félünk attól, ami a holnapon túl vár ránk. Tehát félünk az ismertől, és félünk az ismeretlentől. Ez a mindennapi életünk, amelyben nincs remény. Ennél fogva a filozófia minden formája, a teológiai nézetek minden formája pusztán menekülés annak tényleges valósága elől, ami van. A változás minden külső formája, amelyet háborúk, forradalmak, reformációk, törvények és ideológiák idéztek elő, teljes mértékben kudarcot vallott abban, hogy megváltoztassa az ember alaptermészetét, és ennél fogva a társadalmat. Mint olyan emberek, akik ebben a gyalázatosan rút világban élünk, tegyük fel magunknak a kérdést, vajon ez a versengésen, durvaságon és félelmen alapuló társadalom véget érhet-e? Nem mint intellektuális fogalom, nem mint remény, hanem mint valós tény, hogy az elme frissé, újjá és ártatlanná válhasson, és egy teljesen más világot hozhasson létre. Ez csak akkor történhet meg, úgy vélem, ha valamennyien felismerjük azt a központi jelentőségű tényt, hogy mi egyénként, emberként a világ bármelyik részén éljünk is történetesen, és bármelyik kultúrához tartozzunk is, teljes mértékben felelősek vagyunk az egész világ állapotáért. Valamennyien felelősek vagyunk minden háborúért a saját életünk agresszivitása miatt, a nacionalizmusunk, önzőségünk, isteneink, előítéleteink és eszményeink miatt, amelyek mind elválasztanak bennünket. S csak ha felismerjük nem intellektuálisan, hanem ténylegesen, ahogy felismernénk azt, hogy éhesek vagyunk, vagy fájdalmaink vannak, hogy önök és én felelősek vagyunk ezért az egész fennálló zűrzavarért, az összes szenvedésért az egész világon, mert hozzájárultunk a mindennapi életünkben, és részei vagyunk ennek a gyalázatos társadalomnak, a maga háborúival, megosztottságával, rútságával, durvaságával és kapzsiságával, csak akkor fogunk cselekedni. De mit tehet egy ember, mit tehetünk önök és én, hogy egy gyökeresen más társadalmat hozzunk létre? Nagyon komoly kérdést teszünk fel magunknak. Van-e egyáltalán bármi teendő? Mit tudunk tenni? Valaki megmondja majd nekünk? Már megmondták. Az úgynevezett spirituális vezetők, akik állítólag nálunk jobban értik ezeket a dolgokat, megmondták nekünk, és közben próbáltak egy új mintához igazítani, abba belekényszeríteni bennünket, ami nem igazán vezetett sehová. Kifinomult és tanult emberek megmondták nekünk, és egy lépéssel sem jutottunk tovább. Tudtunkra adták, hogy minden ösvény az igazsághoz vezet. Önöknek megvan a maguk útja hinduként, valaki másnak a maga útja keresztényként, megint másnak egy másik útja muszlimként, és valamennyien ugyanannál az ajtónál találkoznak, ami, ha jobban belegondolnak, nyilvánvaló képtelenség. Az igazsághoz nem vény. éppen ez az igazságban rejlő szépség hogy élő. A halott dologhoz vezetősvény, mert statikus. De ha látják, hogy az igazság valami élő, mozgó, amely nem állapodik meg sehol, amely nem a templomban, mecsetben vagy zsinagógában található, amelyhez semmilyen vallás, semmilyen tanító, semmilyen filozófus, egyáltalán senki sem vezethet el, akkor azt is látni fogják, hogy valójában ez az élő dolog vagyunk. A dühünk, a durvaság, az erőszakosságunk, a kétségbeesésünk, a kínlódásunk és a bánatunk, amelyben élünk. Ennek megértésében rejlik az igazság, és csak akkor érthetik meg, ha tudják, hogyan tekintsenek az említett dolgokra az életükben. És nem tekinthetnek rájuk egy ideológián keresztül, szavak függönyén, reményeken és félelmeken keresztül. Látják tehát, hogy nem függhetnek senkitől. Nincs vezető, nincs tanító, nincs tekintély, csak önök vannak. A kapcsolatuk másokkal és a világgal, semmi más. Ha megértik ezt, az vagy hatalmas kétségbeesést szül, amiből cinizmus és keserűség ered, vagy szembenézve a tényjel, hogy egyedül önök és senki más nem felelős a világért és önmagukért, azért, amit gondolnak, amit éreznek, ahogy cselekszenek, minden önsajnálat eltűnik. Általában mások okolásából táplálkozunk, ami az önsajnálat egy formája. Elő tudunk-e tehát idézni önmagunkban, önök és én, minden külső befolyás nélkül, rábeszélés nélkül, büntetéstől való félelem nélkül, elő tudunk-e idézni lényünk legmélyén forradalmi átalakulást, lélektani változást, hogy többé ne legyünk durvák, erőszakosak, versengők, gondterheltek, félénkek, mohók, irigyek, és még sorolhatnánk természetünk többi megnyilvánulását. Amelyek ezt a romlott társadalmat alkotják, amelyben a mindennapjainkat éljük. Fontos rögtön az elején megérteniük, hogy nem vázolok fel semmilyen filozófiát, sem ez még bármilyen teológiai felépítményét, sem teológiai fogalmakat. Számomra úgy tűnik, hogy minden ideológia végtelenül bárgyú. Nem valamiféle életfilozófia a fontos, hanem az, hogy megfigyeljük, mi zajlik ténylegesen a mindennapi életünkben belül és kívül egyaránt. Ha nagyon alaposan megfigyelik és megvizsgálják, látni fogják, hogy egy intellektuális elgondoláson alapul, már pedig az intellektus nem a létezés teljes területe, hanem csak töredék. És bármilyen ügyesen rakják össze, bármilyen ősi és hagyományos, egy töredék, akkor is csak a létezés egy darabkája. Nekünk azonban az élet teljességével kell foglalkoznunk. Ha megnézzük, mi zajlik a világban, megértjük, hogy nincs külső és belső folyamat. Csak egyetlen, egységes folyamat van. Egyetlen teljes, osztatlan mozgás. A belső mozgás a külsőként fejeződik ki, a külső pedig visszahat a belsőre. Számomra úgy tűnik mindössze az szükséges, hogy ránézzünk erre, mert ha tudjuk, hogyan nézzünk, akkor az egész roppant világossá válik. Ahhoz pedig, hogy nézzünk, nincs szükség sem filozófiára, sem tanítóra. Senkinek sem kell megmondani, hogyan nézzen. Az ember egyszerűen csak néz? Képesek-e tehát az egész képet látni, de nem verbálisan, hanem ténylegesen? Képesek-e arra, hogy könnyedén, spontán módon átalakítsák önmagukat? Ez a valódi kérdés. Vajon lehetséges forradalmi átalakulást előidézni a pszichében? Kíváncsi vagyok, hogyan fogadnak egy ilyen kérdést. Mondhatják, én nem akarok megváltozni, és a legtöbb ember valóban nem akar, különösen azok nem, akik társadalmi vagy gazdasági szempontból meglehetős biztonságban vannak, vagy akik dogmatikus hiedelmeket táplálnak, és elégedettek azzal, hogy úgy fogadják el magukat és a dolgokat, ahogy vannak, vagy csak kissé módosított formában. Ezekkel az emberekkel nincs dolgunk, de mondhatják azt is némileg kifinomultabban: Ó, ez túl nehéz, nem nekem való. Ebben az esetben már is akadályt emeltek önmaguk elé, nem fognak vizsgálódni, és semmi haszna nem lesz tovább mennünk. Azután az is lehet, hogy így szólnak. Látom az alapvető belső változás szükségességét önmagamban, de hogyan idézzem elő? Kérem, mutassa meg az utat, segítsen az elérésében. Ha ezt mondják, akkor nem maga a változás foglalkoztatja, nem az alapvető forradalmi átalakulás érdekli önöket. A változás előidézéséhez pusztán egy módszert, egy rendszert keresnek. Ha elég bolond lennék ahhoz, hogy valamilyen rendszert adjak önöknek, és önök elég bolondok lennének ahhoz, hogy kövessék, akkor csupán másolnának, utánoznának, alkalmazkodnának, elfogadnának, és amikor így tesznek, akkor más valaki tekintélyét juttatják érvényre önmagukban, ami konfliktust szül önök és a szóban forgó tekintély között. Azt érzik ezt és ezt kell tenniük, mert valaki ezt mondta, de mégsem tudják megtenni. Megvannak a maguk hajlamai, vonzalmai és kényszerűségei, melyek összeütközésbe kerülnek azzal a rendszerrel, amelyről azt gondolják, hogy követniük kellene. És már is ott az ellentmondás. Így hát kettős életet élnek a rendszer ideológiája és a mindennapi életük tényleges viszonyai között. Miközben megpróbálnak alkalmazkodni az ideológiához, elnyomják önmagukat. Holott ami ténylegesen igaz, az nem az ideológia, hanem önmaguk. Ha más valaki alapján igyekeznek tanulmányozni önmagukat, akkor mindig csupán olyan emberek lesznek, akik kézből kapnak mindent. Roppant komolynak, roppant megfontoltnak tűnik, aki kijelenti: Meg akarok változni, mondja el nekem, hogyan kell pedig nem az. Olyan tekintélyt szeretne, aki reményei szerint rendet tesz benne, de hozhat-e valaha belső rendet a tekintély? A kívülről kikényszerített rend mindig rendetlenséget szül, Intellektuálisan talán belátják ennek igazságát, de vajon képeseket ténylegesen alkalmazni, hogy az elméjük többé ne vetítsen ki semmilyen tekintélyt, se egy könyv, se egy tanító, se feleség vagy férj, szülő, barát vagy a társadalom tekintélyét. Mivel mindig valamilyen előírás keretein belül létezünk, az előírás ideológiává és tekintélyé válik. Ám abban a pillanatban, amikor meglátják, hogy a hogyan változhatok meg kérdéssel egy új tekintélyt teremtenek, örökre leszámoltak a tekintéllyel. Fogalmazzuk meg újra világosan, Látom, hogy teljesen gyökerestül meg kell változnom. Többé nem függhetek semmilyen hagyománytól, mert a hagyomány idézte elő ezt az irdatlan lustaságot, beletörődést és engedelmességet. Nem fordulhatok máshoz segítségért, hogy megváltozzak, semmilyen tanítóhoz, semmilyen Istenhez, semmilyen hithez, semmilyen rendszerhez, semmilyen külső nyomáshoz vagy befolyáshoz. Mi történik ekkor? Először is, el tudnak utasítani minden tekintélyt? Ha igen, az azt jelenti, nem félnek többé. Ekkor mi történik? Amikor elutasítanak valami hamisat, amelyet nemzedékek óta cipelnek, amikor bármilyen terhet ledobnak, akkor mi történik? Több energiájuk lesz. Nem igaz? Nagyobb teljesítményre lesznek képesek, nagyobb lendület, nagyobb intenzitás és életerő jellemzi önöket. Ha nem érzik ezt, akkor még nem tették le a terhet, nem dobták le magának a tekintélynek a súlyát. Ha azonban letették, és megvan önökben ez az energia, amelyben egyáltalán nincs félelem, nincs félelem attól, hogy hibáznak, nincs félelem attól, hogy jól vagy rosszul cselekszenek, akkor vajon nem maga az energia a változás? Hatalmas mennyiségű energiára van szükségünk, és elfecsérejük azt a félelemmel, ám ha jelen van az abból fakadó energia, hogy a félelem minden formáját elvetettük, akkor maga ez az energia idézi elő a gyökeres forradalmi belső átalakulást. Semmit sem kell tenniük érte önmagukkal maradnak hát, s ez annak az embernek a tényleges helyzete, aki nagyon komolyan veszi ezt az egészet. És mivel többé nem más valakitől vagy más valamitől várják a segítséget, már is szabadon indulhatnak felfedező útra. Ahol pedig szabadság van, ott van energia is, és a szabadságból semmi rossz nem származhat. A szabadság alapvetően különbözik a lázadástól. Nincs olyan, hogy helyes vagy helytelen cselekvés, amikor szabadság van. Szabadok, és ebből a középpontból kiindulva cselekszenek. Következésképpen nincs félelem, és a félelem nélküli elme hatalmas szeretetre képes. És amikor szeretet van, akkor az elme azt tehet, amit akar. Most tehát nem más teszünk, mint megtanulunk valamit saját magunkról, de nem tőlem, sem valamilyen analitikustól vagy filozófustól, hiszen ha valaki más alapján tanulunk magunkról, akkor róluk tanulunk, nem önmagunkról. Megtanuljuk, hogy kik vagyunk valójában. Miután felismertük, hogy semmilyen külső tekintélytől nem függhetünk a tekintetben, hogy forradalmi átalakulást idézzünk elő saját pszichénk struktúrájában, megjelenik annak mérhetetlenül nagyobb nehézsége, hogy elutasítsuk saját belső tekintélyünket, saját kis tapasztalataink és felhalmozott véleményeink, ismereteink, eszméink és eszményeink tekintélyét. Tapasztaltak egy dolgot tegnap, amiből tanultak valamit, és amit leszűrtek belőle, az új tekintélyé válik, és e tegnapi tekintély éppen olyan pusztító hatású, mint ezer évnyi tekintély. Önmagunk megértéséhez nincs szükségünk sem a tegnap, sem ezeresztendő tekintélyére. Mivel élők vagyunk, mindig mozgásban, áramlásban vagyunk, egy pillanatig sem megpihenve. Amikor a tegnap élettelen tekintéjével tekintünk magunkra, nem fogjuk megérteni az élő mozgást, nem fogjuk meglátni e mozgás szépségét és minőségét. Szabadnak lenni a tekintélytől, sajátunkétól és másokétól nem jelent mást, mint meghalni minden számára, amit tegnapi, hogy az elménk mindig friss, mindig fiatal, ártatlan, életerős és szenvedélyes legyen. Csak ebben az állapotban tanul és figyel meg az ember. Ehhez pedig nagyfokú tudatosság szükséges, tényleges tudatosság arra, ami bennünk zajlik, anélkül, hogy helyesbítenénk vagy megmondanánk, milyennek kellene vagy nem kellene lennie, mivel abban a pillanatban, hogy helyesbítjük, már is létrehoztunk egy újabb tekintélyt, egy cenzort. Most tehát megvizsgáljuk magunkat együtt. Nem úgy, hogy más valaki magyarázatait olvassák, szavaival hol egyetértve, hol ellentmondva mondva neki, hanem együtt indulva útnak. Felfedező útra indulunk, hogy elménk legtitokzatosabb zugait felderítsük. Málha nélkül kell indulnunk egy efféle útra. Nem cipelhetjük a vélemények, előítéletek és végkövetkeztetések terhét. Ezeket a régi bútor darabokat, melyeket az elmúlt több mint kétezer év során halmoztunk fel. Felejtsenek el mindent, amit magukról tudnak. Felejtsenek el mindent, amit valaha gondoltak magukról. Úgy fogunk elindulni, mintha semmit sem tudnánk. Múlt éjszaka zuhogott az eső, de most már kezd kitisztulni az ég. Új, friss napra virrattunk. Fogadjuk úgy ezt az új napot, mintha ez lenne az egyetlen. Keljünk útra együtt, a tegnap összes emlékét hátrahagyva, és értsük meg magunkat életünkben először. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátla hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.